Míg a Dvéri mozgalom mintegy 20 aktivistája csendben tiltakozott az összejövetel megtartása ellen, addig a tartományi képviselőház nagy termében zökkenőmentesen folyt a tanácskozás. Az ülésen elhangzott, a NATO-val való együttműködés maradéktalanul fontos, viszont Szerbia mindenáron meg akarja tartani katonai semlegességét. Tako da je sve na nama, da mi nekom našom istrajnošću, upornošću insistiramo tome i istok i zapad će shvatiti da jedino to možda bude realnost novim prostorima. Branislav Blažić, a NATO parlamenti közgyűlésébe delegált köztársasági parlamenti küldöttség tagja elmondta, hogy Szerbia Európai Uniós tagsága nincs a NATO-ba való belépéshez kötve. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetségnek azonban vannak érdekeltségei Szerbiában. Lucio Batta, dandártábornok szerint az eddigi együttműködésnek megvan a gyümölcse, elsősorban a korrupció leküzdése terén. I believe this cooperation particularly important since your government puts fight against corruption as one of its priorities. Az utóbbi 8 év alatt megfeleződött azoknak a száma, akik Szerbiát a NATO-ban szeretnék látni, mondta el köszöntő beszédében Pásztor István. A tartományi képviselőház elnöke szerint a közvélemény megváltoztatásán kell dolgozni. Ez nem megy erővel és nem megy gyorsan. Van ebben a pillanatban egy semlegességről szóló deklaráció a szerb parlamentnek, ez a hivatalos szerb álláspont, de azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek is azt bizonyították, hogy az, amire esküsznek nagyon sokan, hogy megváltozhatatlan, az előbb-utóbb meg fog változni. A tanácskozáson beszámolók is elhangzottak a NATO, valamint egyes szerbiai intézmények közös biztonságpolitikai, valamint környezetvédelmi témájú programjairól is.